Megyünk hozzá. Persze, ebbe a lakásba pont elfér 30 ember. Max 10. 13 volt egy legtöbb, amit volt egy, de az igen, geszi sok volt. Tizenhárom volt? Ja, volt már 13 ember itt, persze. 10-10 amúgy az átlagos, ezt mondom. 13 volt szerintem a legtöbb. Megyünk most is? Áblóan, hogy tegyen nem engedd be ide amúgy. Az a baj, hogy akkor figyelem kéne, hogy mit raktok sebre. De hogy is... Na, csak itt szálltam. Bocsánat. Vagy főleg Virinél, főleg Viri esetében. Lopszaj neki egy kürtős kalácsot a bajcsin. Aztán. Hétkor van egy nagy szállításom, és hát HRT-us szállításom, nem tudom, miben különbözik egy nagy, nem tudom, mi a különbség. Nem tudom, mi a különbség, de van. Ennyit tudok. Fogadjátok el. Igazából, ja. Ez van. Szét van szárad a szám. Ez itt a fő probléma. Na! Remélem megint egy pizze le van fegyverezve a félvilág. Hé, Dodogi! Igen? Tudod, mit nem kaptál ma még? Na mit? Kofod! Oh! Hello! Ciao! Nyomi! Mi a helyzet, Nyomi? Hello! Teodor kiakadtak most rabolni, most a hambúr. Kirabolni minket, akartak inni 20 menüt, sikerült elkergetni őket, de hát itt fegyverre jöttek meg minden. Jó hülyék amúgy, mert megint. Ja. Akkor Magnum nem is keresli száma esetleg? Nekem nem hiszem, hogy a Jane-nek. Ja. Már megvan. Figyelj csak, Teodor! De hogy akarsz tőlem bármit kérni, hogyha egy napig nem bírjátok, hogy nem raboljátok ki hambúrt? Tessék, én ezt nem ilyen voltam főnök. Miről beszél? Hát akkor ki volt? Ki volt? Akkor Teodor? Tudnám tudni, hogy nem vagyok a hambusz kezelében, mondtad, hogy nem mentem. Igen? Ki kapartad a torkát melletted? Senki. Köszörült te. Jó, én voltam, hogy... Hello. Tiszteletem. Hol voltam most? Hárman voltunk. Én, a majom, a Kozi. Miről beszélsz ember? Tehát jó vagytok te? Te voltál? Bocsánat, csak én voltam, bocsánat. Mi az autóba ültünk? Voltam, csak Teodor, hogy akarsz bármit is kérni, hogyha egy napot nem bírtok ki, ne raboljátok ki ambust, ne próbáljátok meg kiabolni ambust. Teljesen jogos. Bocsánat, főnök, mennyi akár, se mennyi. Kurva nagy akár. Csak megijesztik őket, semmi nem volt főnök. Ugye, majd ez jó, de most kérik egy szívességet azért, hogy ezt elnézem, akkor hamarosan. Mit csináljak, főnök? Hát majd hívlak. Jó, most jó, főnök. Szia, Kladigar, mi a helyzet? Lesz ami szállítmány. Mi az csoda? Egy korup. Hát én láttam még korábban a korup rendőrémet, nem tudom, hogy felbírom hívni amúgy. Hát próbáld meg nekem, hogy kell pénz, mert hát megcsappantam eléggé. Jó volt a forgalom is most a héten, aztán... Jó, meg mennyit adjak? Elég sokan. Mennyit adjak? Ó, össze kéne számolnom. Csak nem ilyen 100 000, nem? Kb. Igen, mert 20 000 dollár van, és ilyen 120 körül. Kienged. Gesz, akkor lehet a rendőrök, amíg újra kötöm a szerződést. Hát jó, de azért most a kasszában is volt. Ja, volt, de hát kb. amúgy annyi egyébként, amit most mondasz. Hát jó, de még van a hétvége, meg fizetik majd a dolgokat. Ja, a kasszába a csengéknek a 8000 dollárját, azt bepötyögtem, tehát egy 8000 dolláros számla az csengéké. Halló, üdvözlöm, Sára, üdvözlöm. Érdeklődnék, Cooper úr elérhető, vagy nem tudom, most a szerződés semmi legyen? De hogy érhető el? Már itt lóg a levegőben a szerződésünk, azt nem tudom, most akarják, nem akarják, és nem tudom. Aztán jönnek bár rendőrök, kérdezgetik, hogy van egy kedvezmény, mi azt mondjuk, hogy nincs, aztán csalódottak. Mindenki szomorú. Hát Cooper ezt egyszer hozta fel, azóta igazából nem beszéltünk róla, úgyhogy nem tudok ez esetben, hogy ez ügyben nyilatkozni. Jelenleg nem elérhető, nem tudom, hogy mikor lehet rá számítani majd. Megteszi, hogy megemlíti neki, hogyha látja? Hogy mindenki. Köszönöm szépen a segítséget, Abi, remek napot. Önnek is, viszont. Hát Cooperre nem találkoztak meg egy ideje, úgyhogy
és ő tudja majd megoldani a dolgokat. Majd számolt ki, nyomja, ezt átküldöm. Jó, kiszámoltam. Mennyi? Száz? De ez az 100 fölött van, nyomja, azt nem mond. 100 fölött van, igen. Ne nyomj, mi a fasz? 123. 123 ezer? Hát annyi biztos nem volt. Hát figyelj, 27-e óta. Ja, még... Hát jó, de az... Aha, jó, meg ez hete volt. Jó, mondjuk, de hát, akkor a profit nélkül dolgozunk amúgy? Micsoda? Hát akkor profit, nem profitálunk amúgy? Most ezen gondolás... Hát figyelj, múlt héten már nem fizettek a rendőrök egyébként. És hát mindjárt vasárnap van, tehát még egyszer ki, hogyha érted. Tehát az jelenleg... 127 ezer? 123. Ó, gec. Tessék, átküldtem. Á, kösz. Ez most fájdalmas volt egy kicsit. De... De sok pénzed van. Nem baj. Nyomi, most gazdag, raboljátok ki gyorsan. Micsoda? Nyomi, adsz egy kis előleget. Tehát alig van pénzem. Ja. Nekem jaj, félre utáltam, véletlen Dadoginak ment. Nem, meg... Nyomi, ide a pénzedet, Nyomi. Hát mit csinálsz? Nem is neki ilyet még viccből se. Nincs nálam. Jérek, most mi van? Most Krisztel, mi ez? Nyugodjon béké a drága Krisztel. Ja, most értek, valaki most értek, hogy megdöglött, vagy micsoda? Hát... Nem igen. És egy korrupt rendőröd, Dadogi, amúgy? Te, hát igen, mi kéne? Számát meg hát ideig. Az, hogy megtudjuk, hogy mi van ez a szállítása, meg ilyenek. Ja, hát az már egyszerűsebb lesz. Na várjál, felhívom azt a... Mi volt Estlit? Mikor lesz a temetés? Ne gyanúsan. Kihangosítom, de akkor... De biztos, hogy jó telefonszámot adtak? Hát de, ja. 102-315, meg a 312-se. Hát, hogy egyik sem működik, akkor nem elérhető, érted, gondolom. Adri, köszönöm, ja. Eddig gondolom, köszönöm szépen. Hát az én esti számom az jó, csak hát igen. Azt mondja a Vörhény kapitány, hogy a gyék emberek nem vörösek. Ti mit gondoltok? Hát ez egy kretén amúgy. Kéne ötletelni valamit erre a szállítmány. Dadogi, hol vagy? Itt vagyok. Telefonálgatsz a rendőröknek, én is ilyek, ha megyek körbe, nem, körbe telefonok én is. Illusion, köszi, 26-at, köszönöm szépen neked, és köszi, nagyon kedves vagy. Hello, sziasztok. Nagyon kedvesek vagy, tökcsett, köszönöm szépen. Melyik az én? Aha. Azt nézzétek, az új RS4-em. Az oroszok dövöldöztek itt. Már ma is? Hát egy kérdés, csak mert itt halál nyugodtan beszélt át egy orosz hölgy és kalát kért. Hát az, hogy oroszok lövöldöztek itt pár nappal ezelőtt, és most besétált vagy orosz enni, hát azt nem feltétlenül összefügg. Hát de én láttam velük már. Hát jó, ja, hát nem tudom, mondd meg neki, hogy nem szolgálod ki maximum. Ja, jó. Na figyeljetek, ezt szoktuk, mostában ezt hallgatjuk Markusszal. Bejövünk és a Blue Air. Mire edzettél, Illusion? Így megyünk mindig. És közben tánc a Magnum a kocsiba, nagyon jó. Rendesen droppolok. Hívtál? Hát miért, már megbeszéltük. Ja, akkor hívtál, ja jó van, bocsi. És mi lenne a kérdés, ha csak megkérdezem? Ja, szívesség? Igen, szívesség. Ja, hát igazából az, kíván hogy találkozunk majd nem sokára. A telmagom okay eseményesen. Okay. Jó vagy, Vörhely? Oké, okay, szia, fennak. Aha, ezt figyeljtek. A kedvenc számom! Ma jövök. Ez milyen zene amúgy? Ezen vannak jók, nem? És hol ízik, kis Kevin? Self-entitled
Lehet kinyomjuk, mert le fogjuk copyrightolni. Ha figyeljetek, ez lesz itt jó. Megvan, megvan. Assist, ez az egyiken. Illusion, köszi az 51 gifter a csatornán. Erusnak köszönöm szépen. Hát Ravasz szerintem annyi nem befolyása, nem tudom. De amúgy egyelőre rajta van mindenem, meg rajta is marad, szóval. Csak most az új kocsik, amik bekerültek, azokon ennyire nincs logó. Vagy hát, ja, most nincs logó. Köszi Illusion, köszönöm szépen. Gondolkodtam, hogy most februárban, de most a Dávid közlekedés a negyedik hónapot. Gondolkodtam, hogy akarok valamelyik hónapban ilyen száb rekordot beállítani itt a csatornán sajátod igazából, mert 1100 szab amúgy a... Nagyon bassz, 1000-es nézem is nagyon jó. Halló? Na, hát annyit tudtam meg, hogy lehet, hogy lesz róla kiírás, hogy merre hallod még ilyenek. Ja, és hány órakor? Hát ezt nem, ez most semmit nem mondanak most a rendőrök erről. Kit hívtál? Hát, nem mondom ki az információs központomat. Hát bazd meg, kinek mondom el szerinted? Hát... Nem bízok benne, Bedugi, nem bízok benne? De én bízok benne, te azt hiszem akkor is olyan, hogy ezt bármikor felhozod, és csak engem rak szarba, hogyha engem akarsz, hanem mást is. Á, jól van, blablabla, jól van, akkor majd dumálunk. Jó, mit akartam mondani? Hogy azért kell levenni a logókat egyébként, hello, mert hello, falka, a GTA hello, majd elvileg harab rá, gyakorlatilag most nem tudjuk, és csak igazából igyekszünk előre gondolkodni. Szóval, ja. És egyébként, amit vissza akarok tenni, hogy akarok egy ilyen száb rekord döntő ízét, ami, hát valószínűleg egy márciusra fog esni, ezt a februárt egy kicsit chillesebb hónapra tervezem, úgyis rövidebb, és úgy vagyok vele, hogy úgy vagyok vele, hogy most ez kicsit ilyen chillesebb. Március meg menni fog, tudjátok, ez egy nyerőgépes cucc, hogy minden ilyen subgiftnél, meg subnál pörök majd ilyen kis cucc, és akkor lehet nyerni giftkártokat, CC-es termékeket, minden ilyen egyéb dolgot, úgyhogy az lesz majd ott a... izé. És akkor, hogyha megdöntjük, akkor új emote slot is nyilván, meg ti is nyerhetek vele egy csomó mindent, szóval. Kurva jól néz ki ez a kocsi, szerintem még logó nélkül is jól néz ki ez a kocsi, szerintem. Még ez a graffit, hát nem tudom. Legyen inkább metal fekete? Mit mondtak chat? És tudom melyik izé, Gregory? Gregory felső veszélyen McDonald-ot, nem tudom mióta nem láttam Gregory-t. Még ez a rendszámot feketére tegyük már rá, de szörnyen néz ki így. Nem tudom, vannak-e rá Turing-elemek. Cloudy Girl-nek, köszi az a subgiftet, szegény Cloudy Girl. Ablak sötétítés van rá, nincs már a szerónom, hogy ablak sötétítés. Nekem is összi nem tudom, mert volt rossz, hogy izéljük. Hát én az üveget egy picit nem álltam feketíteni, mert nem tudom, hogy most lehet ezt. Nem lehet most feketíteni amúgy a szerónom, hogy... Hol van a rendszám? Nem látom. Optika? Ja. Youngton. Hát kivettük, aha, nem tudom, hogy teljesen ki lett az, vagy őszintek tulajdonképpen, nem tudom, hogy teljesen ki van a véve. Az őszintek, nem tudom. Annyi ilyen dolog van, amit megbeszélünk, a felére sem emlékszem, nincs ki véve. De legutóbb meg próbáltam venni, és nem, azt mondták, nem lehet már kapni IC, szóval. Hát jó, de azok nem tudom, doktorek, úristen, mit hallgatunk, de Ostriget. Lett kivéve, hát nem tudom, fúrós-fúrós hatást tud kelteni. Várjátok egy pillanatot, váltunk zenét, mert... Szia Richard, csőcső. Váltunk zenét. Illusion, köszönöm szépen, Cloudy Girl-nek is, köszönöm szépen, nagyon kedves tét, mert 52-t a csatornán, nagyon kedves tét, köszönöm szépen. Egy igazi úr vagy, tényleg, ez február első stream meccset, let's go. Na nagyon kemény, mert ez a kocsi amúgy. Hát most egy fegyverszállítmány lesz-e még 7-től, szóval 15 perc ma indul.
Egyébként van rá egy ötletem, hogy hogyan akarom. Nyilván az, hogy tudnunk én ezt utolat, és legutóbb is ugyanez volt a baj, hogy leraktuk oda, tudjátok, volt ez a ami a legutóbbi szállítmány, de rossz volt, geci, amúgy. Még ott vártunk végig az alagútban, mert megkaptuk az, mi az a tervet, de kiderült, hogy legeslegvégére élnek oda, és addig már négyszer szét voltak lőve egyébként a rendőrök, és mire odaértek, mert lekanyarodtak előttünk, és vártunk másfél órát, és tudom, meg megdélöltünk két perc alatt. Hú, de élveztem. Még elnéztem. Jaj. Mi történik Twitteren? Gregory korrupt, de Gregory nem érem el, meg tudom, hogy Shadow most nem nagyon játszik, szóval... Kicsit baszhatjuk, így is fogalmazhatnék. Szia, félesz, cső, mi helyzet? Cső. 10, jövök 15-ig, jövök Illusion, persze. Lepiálok bárkit ott, bár mondjuk nagyon sokat nem akarok inni, mert én utána buliba megyek. Fú, mondjuk nem tudom, mennyire állok kész arra a napra. Március 2-en meg Galaxis Taftali lesz, úgyhogy... Illusion, köszönjük az 5 darab giftet, köszönöm szépen Levinek, Murdernek, Jasmine, Minának, és Apple King és Brandonnak köszönöm szépen, mert 57-es csatornán is. Heted a hónapban nagyon kedves tett, köszönöm szépen. Igazi urany. Blue Time lesz nehéz, még az tényleg az, hogy Blue Time lesz nehéz. Mit akartam csinálni, vagy most miért vagyok itt? Ja, bombáért jöttünk. Ez mindig az a probléma, mi lett még egy shotival? Tűnnek el a shotik. Kettőkre, de nem szoktam hányni, én amúgy sose hányok. Én meg akartam nézni, hogy 17-dik, ez egy szombat. Nem tudom, a verknip mikortól van. Még nagyon sok kell, nincs sem menni arra, de 15 óra hosszú hard techno. Na, igen, biztosan este 6-tól reggel 9-ig. Aha. Gondolom, hogy én biztos ott leszek. Benézek egy pár óra, szerintem az kész. Hatan írtak, hogy azért jönnek, hogy leitassanak itt téged, Blue? Szar lehet. Milyen volt a türkiz? Hát én nagyon éltem, amúgy jó volt, figyelj. Azt hiszem, hogy hype-ot, mert úgy meg tudom érteni, hogy jó volt ilyen hely, meg ilyenek, de annyira nagyon full excesen voltam, hogy... Jó, mondjuk Dr. Deck azért ott is nagyon sokat izé. Haha, Kristóf, már rohan jegyem amúgy. Haha, mit csinálsz itt? Miért nem vagyok Bencéknél? Hát én sem tudom, hogy nem tudom, az Artekon az random jött egyébként. Dr. Deka, hogy az azért, mert baszik, hát így is nagyon sokat itt, így is rengeteget ittam, bármikor voltunk ott 10-éknél, meg mindenhol, de most az, hogy egy lesz már egyáltalán valami, ja! Hát de szóltunk neked, Kristóf. 8 vagy 9-re kell menni Bencéhez, én ennyit tudok. A dogi! Ja, nem vagyok fenn Eldion. Szóval Dr. Deca, hogy ez nem egészséges mennyiség. Tehát ott, amikor Pixi szűrnyapja voltunk, és 5 perc alatt elfogyott, egy üvegi jéger, az nem volt azért egészséges. És én alapultam a jégert, meg az ilyen fú. Jaj, majdnem a rádió mondta, hogy fú. Illusion köszönjük, újabb darab 5-szám giftet. Gerinek, Saurit, nem tudom, a Saurit Romero-nak, azt a kurva. X-Mosnak, Szagira és Gerigónak köszönjük, hogy Illusion nagyon kedves. Meghálálom pár sattal, mit szólsz. Sát verseny, mert lehet Illusion. Hát csoport nem írta be senki, nem tudom miért nem, de... Nincs kokainunk. Csá, Tomka, mi a helyzet? Te nyomod még a ropit? Jó fogyóban van mindenünk, hogy megint. Mikor arra vajátok el a szállítványt? Hát jó kérdés amúgy. Erre én terveztem késni most egy kicsit onnan. Sose kések se onnan, úgyhogy majd ma. Galaxitali fix dátum? Hát ez fogalmas, hogy Galaxitali az nyáron lesz szerintem. Azelőtt nem hiszem. Miért van menni 10 000 dollár WTF? Ja, azt én raktam még oda, de hogy...
Mi is így köszönjük, és a Prime 43-ig köszönöm szépen. Hányan vagyunk a szállításán? Hogy vagyunk elegen? Halló? 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 Hányan vagyunk a szállításra? Jake, nem jöttek vissza? Én nem láttam őket itt a hambusnál, nincsenek. Meg annyit tudtam meg... Darugás, nem tudtad, hogy mikortól indul, vagy valami? Hát azt nem tanítok, egy palettóból fog egy a katonaságból indulni. Meg még az indulásnál le kéne csapni, nem? Idős vagyok már, edzések miatt nem is kéne. Hát illusion most, a vodkában, nem tudom, hogy hallottad, de a vodkában a legkevesebb kalória van az alkoholok közül. Így egy vodka sátom, hogy bőven bele kell férjen. Tehát még hogyha kalória deficitben is akarsz maradni, a vodka sátok... Ki lesz, hogyha mi a viségének adnak a csajcinak? Ez nem biztos, ez... Mi, micsoda? Tudod, ki lesz a gyámja? Ki lesz, kicsi, vagy honnan tudod ezt, Murph? Nem biztos, hogy biztos információ, de nagy esélye Leroy. Leroy? Igen. Hát ő is valami 21 éves, most 21 éves, hogy lesz egy 17 éves gyámja? Állítólag, mindenki fogyatékos amúgy? Ez neki mondta személyesen. Nézzünk el. Palettóba akkor. Kéne egy repülőt lopnunk, Dadogi, az lenne jó. Ha, tudsz repülőt? Hát, igen, nehogy ne tudnék, mert nem. Én még nem. Én max nézlek. Hát, nincs. Hát, az fasza. Jó. Akkor leugrunk az izébe a boltba. Majd én veszek egy ágytörnyöt is azért. Hát, most nem bízol benne? Dehogy veszel, nem szabad. Nálad van? Dehogy. Aha. Hát de így izgalmas, tényleg nincs. Jó, akkor ne megyünk. Legjobb lecsapás ügyelek, eddig az oroszos megint. Volt. Ügyelek. Lecsapás? Amit a jaj, tudom, amikor a medvés tudsz. Krisztiános, hogy köszönöm a tés feltkozást. Mi van ma? Mindenki szábol amúgy? Mindenki szábol ma amúgy? Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Aztán egész jelzett falkása módod, meg mindenkinek egyébként. Kivételesen kicsit később meg, gondolom, az igen, Illusion, Jézusom! Meg a győrő, Illusion, köszi szépen, hogy a 72 összesen a csatornán Makávosznak, Kristónak, Domikának, Máziusnak, Márko Dozsónak, Csengének, Patriknak, Exornak, Szabirak és Errónak, köszönöm szépen! Nagyon kedves Illusion! Ja, bosi! Azt a kurva, menjen egy hatalmas Falka Ájban a chat! Küldjétek Falka Ájban, Falka Ájban, Illusion, nagyon szépen köszönöm, Ereg, nagyon szépen köszönöm! Üdvözlőjön, Falka, hello, Falka, hello! Köszönöm szépen, egy állat vagy, egy állat! Grappis, köszönjük, és a 10. hónapot, köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Crash Time, köszönjük, Ereg, és a Prime-os válsziget! Köszönöm szépen, szépen! Nem bírok, nem vigyorogni amúgy! Álljatok le, álljatok le! Mit mondasz? Még egyszer? Mióta na, akkor már én is! Micsoda? Mióta laksz itt? Ja, hol? Hát a városban. Kicsit kerülőben megyünk, na. Jönnek egy GPS, vagy jár mindegy. Az igen. Mennyi vagyunk fenn amúgy? 130 szényen. Ilyen szombathoz képest nem rossz, szombat fos. Terv amúgy, hogy így csak úgy kodabban. Hát igen, arra gondoltam, hogy elmegyünk palettóba, aztán mind a két részére telepítünk bombákat, és azt mondjuk, hogy felrobbanjuk az egész város, hogyha nem adnak az állítmányból dolgokat. Arra gondolom, hogy beletőszednénk ilyen arabnak, érted? Hogy ne tudják azt, hogy mi vagyunk, mert aztán, hogy a hamba megint most már nagyon baszogatják a hambus, szóval most már kicsit izé... Kicsit inkognitóba kéne tolni. Dehogy is, itt van Johnny, Frankie, Nyomi, meg mi ketten. Az öt, aha. Hát figyelj, az bőven még öt. Miért mi a baj, nem elég? De. Köszönöm szépen, Józsen, köszönöm szépen, tényleg egy állat vagyok, hogy... Mit akarok megvenni, kódfeltörőt? Kéne én nem ott, mint Forinak? Elkötöttem a kocsit, tudni. Illusion, köszi Glodexnek is az elvégét 73-ig a tornán, és már 24-et összesen. Mi van ott bent, láttad? Mi, hol? Ott, most mentek be. De menjünk mi is. Szoszi. Eva. Ja, csak nézeget, mi van ott bent, gyülekező? Nem, fotókat csinálunk. Ja, ez ilyen izé? Tudom, pornó casting? Nem, igazából a csapatnak tervezünk valamiért, hogy keressék meg a helyeket, amiket lefotózunk. Ja, értem. Ja, mondjuk ez így logikus. Ja, jó, akkor nyomjátok. Szevasztok. Hellóka. Ekkora lúzereket láttál már amúgy? Reptér, és mi volt, ha nem ez repülő? Hát akkor... rádugrok, és akkor...
mit tud. Ja, igen. Ja, kinyitom a sárgyaim. Ez a gyerek. Merre van a reptérben? Most esküszöm, mert nem bírok. Ja, megvan. Még jó, mert ez is kell, mert én oktatok a térkép ismeretet. Igen, igen. Olyan magas a brightness-em. Ja, nem. Óra mindig. Jó, hát eddig nem sok órát tartottam egy tanítási napot, most sem mentem, úgyhogy... De itt lehetne a Mr., nem? Mr. Ricky Macron. Bingo! Igen. Ez tök jó hangzik. Én is lehetek, lehetek... Illusion, köszi a szemüket, rallisázik, és hetet negyediket, és Pingu, köszön Eriket! Még egyszer, bocs, kicsit el van mondva a figyelmem, érted? Az a durva, hogy most mindenre jár az, hogy a képzeled, most volt, hát most nagyon bele vagyok stresszelve ebbe a szituációba, most érted, hogy nem is érdekel az Arwen, de ez, hogy Arwen elvég ilyeneket mond a Lildi-nek, amivel lejár a Twitterre, hogy mi patkányhúst árulunk, meg hogy de a fikára szoktam lekenni a sürklubnek az olajába, hogy Arwen ilyeneket mond, hogy kettős ügynök, úgyhogy ki kell végezni szerintem lassan, de akkor még Jay megharagszik, tudod? Hát akkor... Ez sehogy se jó szerintem. Hát ezt beszoptuk. Nem. Hát nem. Mi az a fehér autó? Ügyeleg. Hello. Professzor Itzi, tényleg professzorok azok doktorok, így van. Ez szerintem milyen igaz? Mert nem minden professzor doktor, nem? Köszönöm szépen, Illus ember, szkint a 25-öt, azt a kurva. Hálafany. Sikerül? Ja, persze, megoldom, ne aggódj. Te akkor nem tudsz ilyet vezetni? Nem. Biztos, nem akarod kipróbálni? Biztos nem megye? Ez beülsz mellém? Hát, abban nem vagyok biztos. Mert nem vettem egy törnyűt, ugye? Jó, hát akkor szerintem ne próbáljuk ki. Balázs, köszi az 5. hónapot neked is, köszönöm szépen, nagyon kedvesek vagytok, chat. Nagyon kedvesek vagytok. Oh shit, Találtam egy telefon, meg egy rádiót az autóban. Kicsomisztelesz az autót? Az igen, mekkora lázadó vagy. Elnézzünk addig palettóban, meg a katonasághoz, hogy gyűlik a konvoj, aztán addig legyenek készültségben, legyen mindenki egy fegyver, meg kokain, meg ilyenek. Pisztoly vagy nagypali? A pisztoly jó lesz. Ja, azt is írja, nálam is van egy csomó joint, csomó kokain, nagyon sok lősze, persze pisztolja, tök sok minden van nálam. Ez a GTA zene, halljátok meg a GTA zene? Ezt halljátok? Kecsi, jön vissza, mert be van nyomva a játékzené, azt megy az izé. Úristen, milyen izgalmas. Kecsi. Így, figyelj így. Kiderül, hogy ez egy videó, amit nézzük, ahogy vágott, és csak... Tényleg elég durván, hogy igen. Kiderül, hogy egy videó, amit nézzük, és nem is én vezetek. Nem tudom pakolni a fegyveremet, mert nem akarom mit csukaszom be rakni tárolóba. Melyik küldi lesz? Ez most Michael vagy a sztoriból. Jó, hogy tényleg? Micsoda? Jó, undorító, hogy csinálta, hogy nem akarja berakni csukaszom. Tényleg ilyen helyszezen ilyen, tudod? Tudjára mire emlékeztet, mikor mentünk közben, csináltuk a kurumás nemzeti rablást, aztán ketten megdöglöttünk, és ezzel meg spekeltük. Nem, sok van, csak azért kérdezem, érted. Nagyon beleélem most, meg most nagyon figyelek, elképesztően figyelek. De arra kérlek, ne zavarj meg. Jó, bocs. Nem drító, hogy szép van fűbe valók. Kurva jó szerintem. Miért? Szép póker kártya, vagy mi az? Kamerász! Megy vagy a száz, értem! Ti a kartsika, igen. Mi a helyzet? Mi vagyok, ez így akarom az igent. Jó, most ez most a kinyomom cset, meguntam, sajnálom. Vagy? Jó, most. Mert a Blue Ark, a Blue Ark! Hol a Blue Ark? Na, figyelj! Értem azt, hogy áll a motor? Ne! Markus népének a zenét hallgatjuk, hallod? Na persze. Látszerűen dőröket, kurva nagy a köd! Csoda! Nagy a köd! Látszerűen dőröket!
Nem látok! Szakadozik a kurva rádió és a köd miatt? Nem lehet az éve, hogy a katonaság felett repkedünk és le van tiltva! És csak a katonák hogy hallgatnak zenét, Dadogi? Látsz rendőri konvojt? Én nem látok semmit! Nem! Akkor át vagyunk baszva! Lehet! Illusion kereszt, ez újabb ötöt! Small Snake-nek, Tetty-nek, Jakabnak, Bakó Bálinek és Diana-nak köszönöm, hogy 30-at már írsz és nem már azt a kurva. Ez mi, mi van? Ne már, miért vártod Dagdogi cserélgeti? Ne vásd el a zenét, Dagdogi! Ja. Csak nézegettem, hogy mik vannak. Én is ezt nézegettem. Ez nagy banger! Figyelj, kapaszkodj, Dagdogi! Jó Isten! Faszom idejét! Beszél, akkor elhalkol valamiért. Kurva nagy a köröm, sok mindent látok. Én sem. Olyan látsz konvojt, semmit nem látok, amúgy amúgy konvojt. Jó, majd szólok, ha látok kamiont. Konvojt! Mi komoly? Ó, bassza meg, konvoj, konvoj. Itt sem látok senkit, vágod, szerintem kamó infót kaptál. Állítólag ez ki volt írva. Ki volt írva, hogy mi palettó, meg izé? Hány órától? Hány órától? Négykor volt, de négykor már rég elment akkor. Nem, az, hogy csak lesz, innen fog indulni. Hallod, csak onnan fog indulni. Ja, de mikor indul? Azt nem tudom, senki nem tudja. Azért betöltöttek a fák. Hú. Így van, mert le fogja rémít az egész vadot. Balázs, köszönjük, és a 10. hónapot köszönöm szépen. Az a táncoló nyúl mekkora amúgy? Mekkora már az a táncoló nyúl? Falka HYPRS. Oszta! Mi van? Milyen zene? Jaj, én baszki lealkítottam, nem bírtam, mert olyan stresszes jó. Volt. Okay. Nem tudom, de valami ki fel kell, valami csak bárik, Justin, megpróbálom felhívni a korrupsoromat. Nem elérhető a korrupt rendőr, Angelo. Egyik korrupt rendőröm sem elérhető, mert Angelo annyira nem is korrupt, mert Justin sem. Neked van valami ismerősöd még? Gustavo, neked megvan a száma? Nem, ezt kérdezem, hogy neked megvan-e. Én megpróbáltam megkérni ma tőle, de azt mondta nagyon privát is, próbáljam megszerezni. Ó, bassza meg. Azt hiszem, milyen rendőrök vannak, még ilyen rendőrfőnökök vannak, de azok úgyse fogják megadni, szóval az kuka. Hát... Xerxes? Az baj nekem, akit hívtam rendőrt, azt mondta, hogy ezt nem fogsz hiadni ebből semmit, bármit... Hát adjon már ki valamit! Hát most hát... annyit, hogy mikor indul, érted? Most neked egy körözgésünk, mert itt fölöslegesen bazni, mikor izé. Annyit mondott még, hogy lehet, hogy lesz kiírva. Most megkezdtem, hogy igen vagy nem, és aztán lehet. Lehet, hát be ezek kösz. Hát igen. Sokkal előrébb vagyunk, rohadt gecik. Elrepülünk a rendőrség felett is akkor. Jó. Kijöttem a repülővezetésbe a gyakorlatban amúgy csinált, most annyira nem megy jól. Meg felhívtam is embereket, hogy csak kivált valaki, tud róla valamit, de senki. Százi nem egy rossz koll amúgy. Nézd már, figyelj, mondom neked. Tisztelt lakosság, mai este folyamán két szállítmány indul, egy a palettói seriségtől, illetve második katonasságról. A szállítás ideje alatt megkérnénk a lakosságot, hogy konvojt ne közelítsék meg, mivel elfogható parancs lép életbe. Nem tudom, hogy Százit felhívni, hát ő tudja. Ő se lehet, hogy bassza meg, hát sem faszom, nem bírom senkit felhívni. De nem volt az senki, akkor mikor indul a koma, érted? Tudom. Merre vagytok elmenni? Hát csak repülünk, még keressük a konvojt egyre, csak még nem sok sikerrel.
Mi a helyzet háttérben? Figyelj, figyelj, figyelj! Ajaj, de, de ahogy menek kövinnél. Ez már túl könnyű. Túl könnyű, igen. Ne aggódj, Dogi, ne aggódj! Ne aggódj, Dogi, ne aggódj! Wow! Teljes, teljes! Ne aggódj, Dogi! A véremben van, a véremben van! Aha! Figyelj, azt figyelj, azt figyelj! Hopp, hopp, hopp! Jézusom! Annyira nem jól irányítható ez a gép, az a baj. Ja, persze, a gépre fog. Te nem tudsz vezetni. A rendőrség felé akartunk menni. Ajaj, ajaj, mondtam, miért nem vagy a Dogi? Ne aggódj, én egy pillanatig sem aggódok. Úgy van, ezek nagyon, nagyon parázok ja, ez. Úgy csak informálódok. Ott a konvoj, konvoj. Hol? A rendőrséggel előtt. Ja, látom. Jaj, kikapcsolt a rotorunk. Ajaj, ne Dogi! Kapcsolt be! Helikopter is itt van, ahogy hallom. Rendőrség, rendőrségre indul a konvoj. Lehet most autóval kéne követni, az nem könnyebb lesz, nem? Kövessük, próbáljuk megkövetni. Mi tudod, hogy bekérünk rá a vízbe, amíg itt elszemek a víz fölött, és ugorj bele. Jó, figyelj, bíz bennem, ne aggódj. Bíz bennem. Jó, szóval mikor ugorjak? Mikor basztak át? Mikor? Most! Áhá! Meg vagy, Dogi? Aha. Melyik egy garázs, az autóra váltunk mi is. Csak ne futjontom bele, és most csípi a senkém. Szállt fel, mikor tesz, szóval nagy esélye most fognak majd intulni. Nem jó! De hogy nem, hogy ne lenne? Á, én erre születtem, csak nem, hogy tényleg ez. Még jobb, ha most elismétek. Szeva, Márkusz! Ciao, Márkusz! Vagyunk a rendőrségnél, itt egy helikopter is. Ja, jó, megyünk a szállítmányra, megtámadjuk, Márkusz! Ja, csak így nem volt tárgyom, de erre az útból. Tehát át a hídon elvileg. Mondom, cigi, amúgy van, jó? Nem ilyen, van itt autóm, de itt kell legyen a... egy mercim amúgy, itt kell legyen amúgy. Ó, de nincs itt. Hol van akkor? És ezek mik? Ezzel menjük utánuk? Hát te... ez még nem gondolnának, nem? Hát jössz, értem magam. Hú, hanem ezzel nem megyünk, ezzel sem eddig nem megyünk. Ezeket nem örök akartam beadolni, csak véletlen magamokat adoltam be. Most indul a konvoj ebben. Amúgy nem így hagytam az RS4-em, nem volt szürke, VTF. Megyek persze. Az autó úgy kanyarodik, hogy ez nagyon kemény amúgy. Jaja. Azzal agyaltam még azt sem rossz, hogy beugrunk rájuk, és az ejtőernyővel leírunk hozzájuk, mellék az ejtőernyővel, és rájuk rakunk bombákat. Ez kicsit bevállalósabb. Ja, biztos nem fogják lőni az ejtőernyőnket, ja. Hát eléggé szép, nem, nem? Eléggé szép vannak, három kocsi elment, egy már a rendőrség mellett, egy meg még a rendőrségen. És melyik van valami páncélos kocsi, ami még egyedül van? Igen, a rendőrségnél, de egy 50 méterre van tőle egy Guardian is kb. És nem bírjuk elkapni azt, ami a rendőrségen van? Megvannak, igen. A rendőrséges nem bírjuk elkapni? Várjuk. Jó, jó, jó. Van egy helikopter. Most indulnak a hambus felé. A rendőrségtől mennek a hambus fele. Ja, itt jöttek velem kockaparkba, szembe azt hiszem.
elkanyarodtak jobbra gazdag negyed fele. Amilyen fog halni, még ilyen amúgy. Rajtatok van maszk? Van rajtatok maszk? Van. Igen. Márkus? Van. Van. Mondtak, hogy gyors fel kell kapjunk valamit. Tudjuk kocsmánál, én is jövök. Nem van vesztve amúgy, elvesztettük. Elveszedne már? Hát a hambus fele mentek, aztán elkanyarodtak gazdag negyed fele, de most nem látjuk őket. Helikopter kell csak követni, nem? Lehet, hogy csak egy utcát mentek. A helikopter a másik hármat követte. Kettő helikopter van. Számot írek meg én? Sátok, biztos, hogy nincsen lőszer a lakásban. Vágjuk, vágjuk. Hát... Maszki, hol vagy? Beledeltünk egyébként már 5000-et, csak... Minden oké? Nem tudom, mikor hozzá. Minden jó hozzá, kizét nagyot. Ja, szevasz. Hozzám persze. Jó. Külön? Hát ha nincs más, akkor ugye. Hát akkor keresjük a gazdagnegyedbe, más lehetőség nagyon van. Vagy most akkor, kell, akkor félig van, félre van értve, akkor a katonaság meg Paletó a cél, vagy onnan indulnak, mert darabig kurérrendőrségtől indultak. Vagy most elmenek hát, oda, hogy onnan elinduljanak, vagy mi? Igen, igen, gondolom, igen. Jó, ja, akkor hát menjünk Paletó, igen. Menjünk Paletóba mindannyian akkor. Kocsmánál valami, melyikötök fel tudsz szedni? Aha. Akkor szedjétek föl. Mondtok, teszed már, ami kapcsán vagyok. Ja, akkor felszedem. Most hozzák. Jó ez amúgy. Már a lövöldés lesz, lehet jobb ötlet amúgy. Ez az autó olyan könnyű kanyarodni, ez hihetetlen, hogy nem is kell fékezni. Adj be. Lehet kicsit túlöltöztem. Van amúgy 9 milli sem. Tudok adni. Akkor visszatérjem az izét? Aha, itt van, berakok 60-at az izébe, kezdi tartóba. Jó, oké, és akkor mindjárt jövök, hozok egy pisztolyt. Én hallgatok rád, Hofburger fia, hallgatok rád. Igen, itt vagyunk kéne, hogy az lenne a legjobb. Ilyen az keménykezű, persze. Mindenkit elintéz a cseten. Hofburgernek annyi, szegény Hofburger. Mit kapott? Ja, csak 600 másodpercet, az semmi. Ilyen géppisztolyunk nincs, ugye az a kis kéz. Hát van, azt hoztam egyébként, de... Nem fog kell hiszem, hogy hát a lövöldésbe fajolom, hogy amúgy se lesz esélyünk, szóval. Jogos. Úgyhogy még nem fog abba fajulni. Remélyik két bomba elég az, hogy meg legyünk fenyítve. Szóval érjük a Paletóba, értetek? Van valaki egy kaja? Megnézzük itt a katonaságban. Most nem lehet a kumulat, nekem kiadtam a kettő menümből. Ne, egyet adj ide, léci. Persze. Többet nem adok. Megnézzük a hidas bejáratot, jól katonaság. Hossa. Shadow-nak nagy a szája. Shadow. Shadow is jön. Ez újdonság. Nem látod, hogy szemben sáv, kretén! Komolyan mondom, látodok, mert akkor szerencsétlen.
Ah, ment közé 2,5 eurós donétet, köszönöm szépen! Fönököm aztán hozzátok le a szállítást, Lécsi vesz. Lécsi vesz! Köszi szépen, köszi 2,5 eurós támogatást. Ki fügyörészik amúgy? Ennyire ráértek fügyörészni? Jó, csönetem, mit fügyörészkedsz már komolyan? Ja, igen, bocs, persze én voltam, Dadogi. Véletlenül. Pont ezt már kúsz. Én nem vettem lépát soha. Három kocsival, három hangonnal. Három furgonnal vegyések? Ez a katonaságon? Itt a... Elmegyünk, megnézzük a palettót addig. Oké. Beértem palettóba. Palettóba látsz valamit? Semmit. Szállítmány se? Nem. Mindenki vért plusz egyet? Serifség, 2 furgon. Akkor gyertek palettóba, engedjük el. Palettó. Nem érdekel minket a vegyész csapat. Most hamar rajta ütünk, mert legutóbbinál Hárgeci, mikor már a 8-egyre szétlődik az izét, és én mindig vártuk, biztosan fogok. Jó, ti is ott voltatok? Ja. Szerintem mindenki ott volt a világon. Itt a serépségnél. Ja, jó, tényleg is ott voltunk. Nagyon jól csináltuk, csak az volt a baj, hogy csak ránk figyeltek. Vilgottul matematika minden volt. Á, Shadow, mi a helyzet? Készen ide autó mögöttünk. Nem ők voltak ezért? Nem, Portner. Nem. De nem mi vagyunk? Illa Porsche, mi vagyunk? Rámentek már fát vágni. Hova kéne rakni a bombákat paleton belül, érted? Nem a serifségre rá, mert akkor mérgesek lesznek. A templomot felrobbantjuk, hogy a templomot felrobbantjuk. Nem a vallás fontos? Vagy mit kéne? Hát a bankot inkább? A bank, hogyha a bankot felrobbantjuk, az csak érdekli őket, nem? És hogyha oda sunyogunk és az autóra telepítjük rá a bombát? Hát... Az egyik páncélosra. Hát ugye jó ötlet lehet, csak nem tudom, hogy arra bírunk-e sunyogni. Figyelj, oda megyek, megpróbálhatjuk. Úgy hallottam, beszóltál. Én? Jó sunyogást! Csak itt 15-en vannak. Max, az ajtóhoz tudnánk elhelyezni amúgy itt a főbejáratnál. Hát jó, de azért meg mérgesek lesznek, ha a serűségre bombát rakunk, nem? Lehet. Ja, mi... Katonészetben vagyunk. Jó, vagy többiek. Akkor mesélték nekem átadék. És mennyien vagyunk? Nyomi, Márkusz, Beat 3, Frenki 6-an? Hát két opció van, szerintem vagy a serifséget, ami elég nagy faszú lenne, vagy a bankot. Nekem azt mesélte Árpán, hogy amikor feljesztünk a serifségre egy bombát, mit csinálják, akkor szitával lettünk külve. Ja, akkor a bankot szerintem, nem? Nem hiszem. Hú, de menő lehetünk a futóval. Itt van a két bomba a kesztyűtartóba, helyezzétek le időket, egyet az ajtóba, egyet meg vagy egyet belőle. Igen, mind a kettőt belőle rakjátok le, Léci. Meg erre meg, az közlöm belük. Oké. Gyertek, többiek elmegyünk a serifséghez, többiek lehelyeznek bombákat a bankba, és azzal fenyegetjük őket, hogy felrobbanjuk a palettói kibaszott bankot, a földig robbantjuk, hogyha nem adnak át valamit a rohadt köcsögök. Az a baj, hogy jó lenne a serifséggel fenyegetni őket, de hát azért szerintem agyon lőnek. Igen, a serifségnél helikopter. Igen, gyertek a serifséghez. Aki gondolom, nem... aktiváljuk is. Aktiváljátok, pedig 45 percre. Gyertek a serifséghez, Márkusz, Frenki. Te vagy a sávron, ott állunk a serifség. Igen, itt vagyunk. Ott áll le a helikopter. Itt vagyok. Hangosabban szólítsa, nem hallom, mit mond! Kiváltam 45 perc. Mit mond? Adja el a serítség területét. Bombákat szeretünk a bankra, ha nem akarják, hogy felrobbanj a paletóbé. Jobb, ha tárgyalnak. Morig fog robbanni a kibaszott paletóbank az összes pénzükkel benne, kopók. Nem szeretnék felrobbanni, jobban tennék, hogy tárgyalnak. Ez így van. Nem kell a közelébe mennünk.
Azonnal döntésre jutnak a kollégák. Jó. Gyertek, addig álljuk el az utukat. Hát a tel. Maradjatok csak a bombánál, hogyha baj lenne. Ilyen emberek lesznek ott, hé, hey, wow, Bogja, most kire gondolsz? Álljatok ki és tartsatok fegyvert, léci! Na, mit akarnak? Na, ne idegeljél! Magok, macskok! Porig fog robbanni az egész paletó is, mi az ebből sem serifék. Bank! Bank, ahol az összes pénzük van! Az összes! Ha nem követik az utasítása. Nem ott bankolok. Jó, hát mert maga lilába van. A pirosak biztos ott vannak. Én szeretem a tejet meg a kakaót. Tisztában vannak vele, hogy attól, hogy a bankot felrobbantják, nekünk semmi károsítást nem okoznak, viszont maguk életfogytik börtönbüntetést kapnak. Hát de, mert felrobban a bank. Hát, valamit abból ott a szállítmányból. Ami még semmi, nincsen benne? Nincs benne semmi? Igen. Most ez komoly? Most jöttünk ide mi is. Ja? Akkora hülye állatokat. Hát, ezt nem hiszem el. Akkor most feladják szépen magukat, igaz? Hát, akkor felrobbantjuk a bankot ugyanúgy. Akkor csak úgy felrobbantjuk. Hát én akkor most lelövöm magát. Ne, azt kérem, nem kell indulatoskodni. Akkor mi kompromisszumot kössünk. Hát mondjuk a kompromisszum az, hogy tűnjenek innen azonnal. Vagy különben 10 parancs lesz aktív magukra. Az nem lenne jó, és akkor detonáljuk a bombákat? Nem detonálják a bombákat. Hát de már telepítve vannak, akkor most mi csináljunk velük? Hát elmennek és felszedik. Na, persze. Hát én nem fogom. Hát akkor majd én, nem? Pontosan. Megmutassam, hol vannak? Persze, biztos oda fogok menni. Nyugodtan üljön be az autóba. Na, mit szól? Mi ez? Hát, hogy beül az autó, megmutatom magának, hogy hol vannak a bombák. De hát maga normális! Kicsoda. Hát, akkor lehet, hogy visszaátrálunk. Hát lehet, hogy jobban és felrobbantjuk a bankot. De hogy robbantja fel? De hogy nem. Nem fogja. Felrobbantjuk, felfogjuk. Nem. Felfogjuk. Ha megteszi, elkapom. De hogy kapert. Felfogjuk, már megyek is. Élesítem, még jobban. Igen? Igen, rohadjon meg. Hát geci amúgy, ez csak mi lehetünk. Legutóbb mindenről lekésünk, most túl hamar jövünk amúgy. Hát geci amúgy. Mi a szisztéma? Hát elmondtuk. Még nincs semmi ebbe a szarba, úgyhogy baszhatjuk. Tök üres. Üres a kocsi, igen, üres. Szerintem most töltik föl. Legutóbb túl késő jöttünk, most túl hamar jövünk, hát bassza meg. Legközelebb jó lesz. Hagyjuk itt a bombákat, hagyj robbanjon föl. Aha, és mi a B-terv? Egy meg egy az három. Na basszus. Mi a B-terv, fiúk? Nem akartok átülni ide amúgy? Lehet, hogy elbújt. Ja igen? Aha. Nem akarsz átülni ide nyomni, vagy a prankéhez? Vagy jó, az hát a pantó? Nem tudom, hát most már lebuktunk vele végül is egyébként. Hogy lehet. Gyere, nyomi. Csak ő Markus ér, akkor lehet vissza kell vagy jönni, vagy nem. Hol a Markus? Elbújt egy bokorba. Basz. Hát ez fasza. Azt mondta, hogy rájött. És akkor most mégis mi mit tudunk kezdeni? A konvoj elindult, most indult el. Akkor átbasztak. Hát most szerintem most mennek érte, hogy fölvenni a katonasággal a dolgokat, nem? Mert nem tudom, nem azért jöttek ide a rendőrség, hogy itt fölvegyék, vagy nem? Szerintem innen indulnak, lehet, hogy rendőrség. Igen, de akkor itt fölvették, nem? Vagy mi? De most akkor nem tudom, de akkor itt fölvették, nem? Hát azt nem tudom. Nem tudom, kövessük helikoptert majd szerintem. A hátsi az még itt van. Markus foglalt. Engem hív. Itt van a bokorba a serifségnél.
Melyikbe? Hát azt nem tudom. Ó, Marcus. Be. Az a bőség, a bombáinkat mellőttük. Baszhatjuk. Hát az, hogy még nem volt semmi benne, mikor itt voltunk elvileg, és most múltkor túl késő jöttünk, most egy túl hamar. Az most nem volt semmi benne, de elindultak, szóval nem tudom, most mennek fölvenni, vagy a fasz se tudja amúgy. Az a baj, ilyenkor már nézd meg, itt buckáznak a hegyet, barja, a maxutok, már megfigyeltek. Hát az a baj, igen. Mert időnk sem volt felkészülni, én ma tudtam meg, hogy szállítás, ez 2 órával ezelőtt. Hát így nem lehet. Persze. Jaj. Most már erre mentek? Katonaság fel, hát legalább. A bankot lerobbantjuk róluk. Veszem nekem egy pantót. Veszi fel, adanék neked mindenkinek. Pantót? Aha. Erre most hát mai bacsut. Ki a Károly? Kalácsképű. Aszta. De az nagyon olcsó. Katonaságra bemehetek szerintetek? De még nem lehattatok ilyen gyorsan amúgy szerintem. Nem tudom, de nagyon ideges vagyok. Benézzünk mi is oda? Hát most engem is felbassz, hogy folyton úgy van szállítmány érted, hogy akkor aznap tudom meg ezt mindig lemaradunk róla. Sziasztok, csőcső. Benézhetünk a humánlapszosok meg a másik kijáratnál vannak. Nem itt vannak, hanem a másik. Megnézem. Azért sennyi sem bomba. Helikopter itt van jobbra. Helikopter. Hát csak valamit, valahol. Ez megy tovább amúgy. De mit szállítanak amúgy, miért? Én sem tudom mit szállítanak, semmit nem tudok. Helikopter az autópályán... Én láttam, láttam. Fölötte úgy, hogy más sem tudja mi van amúgy, senki nem tudja mi van. Legutóbb is ez volt, azt hiszem, senki nem tudta mi van, azt hiszem mindenki csak lőtt a szegényeket. Még meg is érdemlik amúgy, rohadt keszik. Kicsit levadaszunk már mi is. Kicsit. Hát kire? Lelőjem ezeket a vegyészeket a... A vegyészeket? Miért lőd le a vegyészeket, Márkus? Nehogy feltozzanak föl valami. Mely sincsenek? Na, ott kint vannak, kint szemben. Lehet most fogunk velük éppen szembe találkozni. Itt álltak balra. Hát már nincsenek. Hát mennek Sandy Sheriffségre. Ott vannak mögöttünk a konvoj, ott jön mögöttünk. Itt a konvoj. Mögöttünk. Tényleg, megvan, megvan. Azon sok minden nem tudunk vele csinálni. Már nincs bombánk se. Megvőjem őket. Micsoda? Körbevesszük. Most veszik fel a szállítmányt a fegyverboltba. Nem lerakják? Nem logikusabb lenne lerakni? Vagy felveszik? Én nem tudom. Nem vagyok rendőr. Szálljunk, mi legyen? Nem tudom, abban a gárdiában legalább vannak 6-an. Meg abban még 4-en. Ott van palatóban a bomba és... Ja, hát ezt a jó tárgyással, most ezt arják szerintem. Azt figyeld, ott ment egy majbacsú, láttad? Sárta, láttam, láttam a mai bacsút. Hó, ha? Hó? Én kicsit hárgalom a kedélyeket. Nem megy már el az a fedezet. Megyek a sziklára. Georgi, köszi a térspertgálás, köszönöm szépen. Egy túlszúk sincs, semmi tárgyalási alapunk. Csak a kurva bombák a paletóbankon. Mondom, mondjuk azt, hogy még mindig ott vannak a bombák, szóval attól mi fölrobbantunk egy csomó civilt, érted? Hát nem volt még a bankos nő, tényleg. Hát ez itt szerintem nem lesz jó. Oda kötöztem a pult az a bankos. Te meg ott nézel ki? Hát nincs tárgyalási alapunk, baszhatjuk itt magunkat. Tom, mi lenne, hogyha elkapnánk egy rendet? Ez már túlhaladja a képességemet. Valahogy valahogy becsert. Repkednek, meg minden. Felénk, ooooh! Ó, geci. Hát az nem jó, az újra át fog menni rajtatok, óvatosan.
Ez így nem jó amúgy. Ez így nem jó, fiúk. Jön helikopter társulnak, ha valami legyen. Hát lövöldözni, nem fog lövöldözni. Nem akarok megdögleni, ezért itt elkezdünk lövöldözni, meg megdöglünk itt még ma. 5 percen belül. Lehet sokat mondok, én kettő. Nagyon, nagyon is nagyon pontosan lőnék. Hát, az a baj, rengetegen vannak. Lőtéren, megvettem golyót. Van golyóm is, csak mondom. Ugye, megnézem, hogy ő az-e ott az út túloldalán. Van a modrenalin. Azt nézd meg, hogy mi a helyzet. Van-e nála parad. Ez a helikopter, az baj! Az baj, Nyomi! A Nyomit is elkapják, ezért nem lesz jó. És valakit elütött, és valakit elütött és elvitt odaig a kibaszott... Igen, odáig elvitt az autó valahogy. Hát ez geci nagy. Elvileg csak átment rajta és nem értjük, na mindegy. Hát geci amúgy, menj ekkora szerencsék, jön egy NPC és átgázolja a rendőrökhöz a de... Fú. Hát ez így esélytelen. Hát ez így tényleg. Szerintem abort mission szerintem. Kérdezi, mit szeretnénk? Ami közelebb megyek. Egyetlen egy ember. Üdv. Na van megint mit akar? Hát igazából... Igen. Ne oddi be a részesítek kihangosítóba. Miért ne? Jó, akkor folytassa. Én is kiabáljak. Jó. Mit akar? Hát tovább is vannak bombáink ott a kibaszott palettóba, és mindjárt felrobbanak 15 perc múlva, vagy robbanjanak. Van erre bármi bizonyítékuk? Hát... Ott van egy emberünk, küldjön képeket, vagy mit csináljon? Igen. Jó. Csak nem tudom, hát még egy dolog lenne, itt valakit átgázolt egy ilyen... Én nem tudom, nem látták esetleg? De. Ja? Akkor jó. És hát adják. Örökbörtönre van ítélve. Ez még elég szomorú. Pedig nem csinál semmit ártatlan. Jó, akkor elintézem, hogy küldjenek képet. Kinek kell képet küldeni? Igen, főként azért ártatlan, mert előbb mondta, hogy a társa. Nekem. 101.849. Megjegyzem. 101.849? Igen, és hogyha a társai több olyan közelíteni fognak, egyesével fogjuk lelőni őket, jelezze nekik. Jó. Vissza. Vissza. Hogy elvesztettük, nem tudom, ki volt az, tehát aki? Nadogolcsán. El kéne menni valakinek és sürgősen képet küldni a bombákról, aki baszott. Ezt szépen. Akkor mindjárt jövök. Jó. Haladtunk, van egy kocsi. Óvatosan. Domban van egy kocsi. Én nagyon óvatos vagyok. Igen, mintha hozzá. Ez jó, beszoptak. Mert ennél szerencsétlenek, lehetünk, geci. Hát elbasszuk az elejét, aztán darogír átgázol egy izéig, hogy pont most már nem vagyunk itt semennyien nagyjából. Hát ez így nagyon fos. Én is lefognak engem tartani. Én amúgy szoktam ezen stresszelni, megmondom. Nincs kapacitásuk arra, épp két szállítmány csinálnak, nem hiszem, hogy most nekik még palettóbejében van ott emberük. Látszat ember, meg szaladj. Nem rádió. Látszat ember, meg szaladj. Hallod magad? Twitterre posztoljak? Igen. De nehogy kiposztolt Twitterre, hülye! Ez hülye. Jó, láttam, igen, mert szittak minket Twitteren folyamat, úgyhogy... Kicsodák szintok? Kurva egy befektetés volt Márkuszom, hogy Twitteren szittak minket. Szép volt Márkusz. Majd megbeszélem velük, ugye. Kértek valamit? 1089. Maradjatok itt, és csak tartsatok elég a fegyvert messziről. Dönert áll a Trish-en. Lesz dönert, van dönert. Kiadtam valami kibasz. Azért kohen részek. Jaj. Ránk lőnek, bocsánat. Jó. Küldik a képet. A pükbe repülő meukkal van? Nem tűnik ki, azért majdnem belénk jött az előbb és megijedtünk. Meg a hegyen is van kettő autó balra. Azok se velünk vannak és félünk, hogy agyon lőnek. Csak célpalásnak üzenni, hogyha bármelyik oldalra megközelítenek konvoj, 10 parancs aktívan magukra. Mi nem közelítjük meg se onnan. A repülő nem mi vagyunk, a hegyen autós szintén nem. Honnan szereztek maguk bombát? Hát igazából Lildi-től vettük. Tudja, a pipis várója, igazából pult alatt. Bomba menni? Igen, hát a bomba akció igazából. Halló? Szükség lenne rád. Jó, hosszú. Szállítmány van, átkötő út itt a... Jaj. Mit lőne?
Lőfegyverekkel megközelítenek egy fegyveres konvojt és maga fél a lövésektől? Nem jön a lövésektől, félek, attól félek, hogy én fog megdögleni itt mindjárt, nem akarok megdögleni, maga meg akarnak. Hát jó, hogy fél. Na. Bármikor meghalhatsz. Hát na igen, pont ezért nem akarok megdögleni, még olyan szép az életem. Nem tudják használni a társai a telefonjukat, hogy mi van? Átküldöd a képet! Se értem még, most küldöm, mindjárt. Ki akartam osztani Twitterről, úgyhogy elég fogyatékos emberre bíztam ezt sajnos. De küldi, csak a számot sem tudta megjegyezni. 101849. 101849-re küld el. Küldöm is. Fogyatékos emberei vannak? Hát ő kifejezetten. Tehát ugye maga akkor ugye a csapatvezér ezáltal ugye leközölte. Szóval ha magát elkapjuk valami jobbnál fogva, akkor ugye magára valljuk ezeket. Jó, rendben, benne vagyok. De viszont ha magát elkapom pedig, hát... Nem is folytatom. Azt se tudja, ki vagyok. Egy akác fát fog ledugni a torkán. És az nagyon fog szúrni. Tudja mennyire szúr az akácfának a rüskéje? Milyen rüske? Ezt elküldte nekem, úristen, de suta. Mindegy, tovább küldöm akkor. Hát ez geci nagy. De ne nekem küld el! Hát geci amúgy. Hát maguk a legösszeszedettebb, a legprecízebb bűnbanda vagyok. Még pedig melyik? 101849. Igen. Mi milyen vagyunk az új született égetett démonok. Égetett démonok? Igen, New Burn Demons. Ez elég szánalmas. Ja, leégtünk össze, most már ilyen, hát tüzesek vagyunk. Igen! Szenvedünk. Megérkezett. Elnézést kérek kicsit. Jó, remek, ez öröm hallani. Hát ez lejárt, nincs, az időzítő 0-0-án van. Dehogy van 0-0-án, akkor felrobbant volna. Kettő darab bomba van az épületben? Így van, pontosan a belsejében, pont az egész le fog omlani abban az esetben, gyászba. Hogyha ezt a bombát hatástalanítják, abban az esetben tudunk tárgyalni erről. Megoldható. Mit szeretnének? Hát... Nem tudom, mit szállítanak. Pillanat. Mi az ajánlatuk? Én azt gondolom, hogy hát pár puska. Ha esetleg van. Ja, nagyobb fajta. Jó, egy pillanat. Nem, tehát azt kezdtem el tárgyalni ugye az elkövető. Jé, Árven, gyertek ide, létsz egy autóval. Van ez a ruhabolt. Egyszerűen, hogy most van a legnagyobb káoszom, hogy már a tipikus ufiány. Ötös ruhabolt, ötös ruhabolt, és siessetek, légy, mert darabig leütött egy autó, és vagyunk a hárman. Gyerek vissza magam én is, vagy maradjak a bombákban. Maradj. Tehát egy-egy darab? Rendben, tehát egy darab nagy kaliberű lőfegyvert, azaz puskát kaphatnak, illetve egy darab lőfegyvert, amit most ide fognak hozni. Hát akkor nem, most csak felrobbanjon a palettóbank. Nem, ne szívassa, akkor egy darab, meg mondjuk három darab kicsi. Egy nagy, három kicsi. A követelésük egy nagy és három darab kisebb típusú lőfegyver. Nagyon fenyegetőznek a bank felrobbantásával. Ide meg hova a picsába tűntél? Rendben, kérem húzódjon vissza már, és ide fogja hozni egy kolléga. Jó. És kezdjék el a hatástalanítani ezeket a bombákat. Jó. Hé, hey, Vétel, kezdje hatástalanítani a bombákat. Bomba te bekerül? Nem, hogy így jó, hogy adnak egy nagy kalibert, meg izéket, három fegyvert. Hát nem túl jó az ajánlat, amit kaptunk, de hát most jelenleg igazából az is csoda, hogy kaptunk ajánlatot, és nem lettünk agyonlőve. Mit ezután? Mondtad? Hát kapunk egy nagy kalibert, meg három pisztolyt. Hát ez fantasztikus. Hát jó, most nem. Majd megkapom én, akár is voltam, ugye elszak. Hát... Mi ezt a sotiban mi lett? Hát jelen helyzetben amúgy tényleg érzelben annak örök, hogy nem vagyunk döglettek. Ha valakit elcsaptak, Darogit elcsapták, ő már börtönbe ül. Igazából... Figyelj már ide, hallom, hogy a Jay tudja a kódokat, én még nem tudom. Nem tudja a kódokat Jay se. Tényleg nem? Hát én nem mondtam el neki, ez biztos. Ha valaki más elmond, aki tudja, akkor, ja. De aztán már nagy, azt a izé kódot senki nem fogja tudni. Nem mondod el tényleg? Nem mondom el, biztos, hogy nem. Aki az ellenségünknek adogat pénzt, érted? Hát nem az ellenségünk, ezt a maga... Hogy ne lenne az ellenségünk, de mi a baj? Nem megyünk. Nem megyünk. Nem ellenségünk. Na szóval, igen.
Az akciópanasnak következő ajánlata még pedig az, hogy kaphatnak egy darab nagy kaliberű lőfegyvert, amiért hatássalanítanak egy darab bombát, majd utána hatássalanítanak még egyet, és visszakaphatják a társukat, de nem kapnak is lőfegyvereket. Maga szórakozik, tudják mennyibe került ez a bomba a lirdító? Hát ez... Akkor felrobbanjuk az egészet a gecibe. És hát, a társuk élete? Nem feláldozható, feláldozható. Rendben. Jó, jó, kössünk egy alkot, kössünk egy. Legyen kettő nagy kaliber, és adjuk vissza a társunkat. Az Hello. Ajánlat a következő, hogy kettő darab nagy kaliberű lőfegyver, nulla darab kicsi, és a társuk. Buság. Veled mi van? Ütőbe keltem. És hogyha nincs maguknál a társunk, akkor... Mit lenne már nálunk? Hát... Biztosak ebben? Igen. Hát én annyira nem. Én igen. Most meg próbál átvenni, hát akkor küldjenek róla egy képet. Küldje vissza a képet maga. Érdekel. Bizonyítsák be. Bizonyítékat kérnek a társukról. Szép munka. Gratulálok. Ezek szerint nincs ott? Hát ezek szerint elvitték maguk. Aha. Akkor három nagy kaliber. Akkor mit szól? Ne, hát három. Nem. Nem, most már feljebb ment az ára. Ne fenyegetőzzön velem! De kiabáljon velem, én is tudom kiabálni! Csumi mindenki. Ne fenyegetőzzön! Megkapják az eredeti felállás szerinti egy darab nagy kalibert és három darab kis lőfegyvert. És hatástalanítják a bombákat azonnal, vagy különben tűz parancs lesz, akik magukra is nem fogok szórakozni. Jó, jó, jó! Tanulja meg, hogy az Echo-val nem baszakodik. Oké. Okay. Ki az az Echo? Mi? Ja. Olvasod. Üdv. Rendben, az eredeti felállás marad. Egy darab nagy körében, három darab kicsi, kérem szállítsák ide most. Balti, köszönöm szépen, 9 év alatt, köszönöm szépen. Maguk már küldjék a képet a hatásnál a bombákról. A testre is a bombákat. Nem még ért is hozzá. Fú, mekkora kász az egész. Fáj, ne ilyen agresszív, nyugi, meg tárgyad a kép. Lőhetek még. Ne. Na, mi legyen most? Én durancsom a fejét, látok, mi legyen? Valakivel helyet cserélek, nem tudok hatásolítani, félek. Szerintem maradjuk annyiba, hogy akkor nem... Nem tudom hatásolítani, ez egy szar. Akkor húzás van innen. Hát de basszod, ide hívtak minket. De maga volt, Echo volt. Nem. De Echo 2, Charlie 4 hívott. Maga mi az Isten faszát keres itt? Mit akarnak? Velem van. Akkor menjenek hátré, vagy tűzparancs lesz. Menjetek hátré. Menjetek hátré, vagy tűzparancs lesz aktív. Nincs szükségi tűzparancsra. Kicsit már azzal a kicseszett fegyverrel? Néden. Reméljük többen nem jönnek, mert sose fog ide érni akkor a kollégám. Hozzák. Hol a bőrönbe? Kép? Képen hatásaítja, és a kicsit ügyetlen. Mit vár? Hát addig nem kapja meg. Hát most... Jó. Vissza a feladónak? Jó. Küldj el a képeket, a hatásaítva van, légy szíves. Voltam neki. Nem gondolták át ezt az egészet. Ne, ez igaz. Egy óra tudtam meg, hogy lesz ilyen. Ha? Muszáj volt valamit improvizálni. Honnan tudja? Honnan tudtam? Hogy van ilyen. Közleményből. Megtámadjam rúgat egy traktor, csak mondom. Na már megint. Ki az a kövér állat, aki most jött? A neve? Az egyetlen és durva Pufi. A hülye pólós? Igen. Ti most dugtok? Ha-ha. Ja, bocsánat.
Jó. iPhone-at van? Vagy mi? Csak bugolt? Volt? Megjött a kép. Megjött? Igen. Ha? Tűnjön minden maga, igen? Tűnés! 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 Szegényem itt tehajt én. Szállj be! Szállj be! Szállok, szállok, szállok. Szállok. Azaz. Elmegyünk, elmegyünk. Hol a sebb? Dani, a pontból bombákkal mi legyen? Hagyd ott őket! Hadrom annyira. Hasunk rá. Na mit kaptál, mondd el? Úgyis ez ilyen, hát egy egy nagy kalibert, meg két heavy-t, meg egy sima pisztolyt, meg advanced rifle, ez annak tűnik. Hűszert kellett volna, hát ezt veszünk. Van egy kis kapcsolatos is, csodálkozik, hogy ezt túléltük ezt az akciót, miután oda mentünk, nem tudom, hogy ennyire szerencsétek vagyunk. Legutóbb lekéstünk mindenről, most minden előtt mentünk, közben darog ide előtette valami szerencsétlen. De most ezzel miért csodálkozol? Volt már, hogy simán ment valami? Hát volt sok ilyen szállítmány, mondjuk jó, vagy nem tudom, egy 5-kor tudtam meg, hogy szállítmány lesz, szóval túl sok nem baj felkészülni valóban. Majd a következő. Hát valami informátor kéne rendőrségem, nekem volt egy izém belsősöm, de hát baszki. Értem a izém. Arcsony. Ez a Gregory volt a korrupt rendőrben, ezt 3 hete el se érem, szóval baszhatom. Melyik a Gregory? Gregory, hát... A félszemű? A félszemű, ha... Azt így most nincs korrupt rendőr, senki nem tudja leinfózni, mi van érte, ez így nem túl jó. Angelo. Hát ja, nem fog ilyet kiadni. Angelo, ha menom, tegezzük egymást a viccem. Legjobb a Pipisnek elvileg azt mondta Erve, hogy patkányúsban hangos a sós, és ezt írogatja ki Lady Twitterre. Az Arven éneket mond. Arven éneket mond, elvileg igen. Kicsit most számon is kéne kérni. Arven, hát de igaza van neki. Menjünk haza. De még mi? Mi? Vagy most mi? Most rólunk hív ki vagy? Azt mondta, hogy papa, az igen. Azt mondta, hogy Arven azt mondta még nélkül, hogy patkányúsban van hambus hamburgerünk. De hogy a hamburger? Én azt hittem, hogy a Pipis. A gyroszod? Igen, hát ez igaz. Nagy izé, sorban a gyroszosabb. Patkán gyrosz. Hát jól felvitt az Isten a dolgomat, nem? De most nem azért mondtam. Mágy, nem. Ja, az ellenségnek izé finanszírozott 80 ezerre, meg ilyenek. De jó fej vagy, igazi brigádvezető. Hát jó, nekem 100 ezeret adnak vissza. A kamatok. Kamat? Mert mekkora kamat van rá? Azt még nem tudom, de már neki sem vissza. Hát sokat rakja rá. Hát igazából nem is az én pénzem. Jó, de tudom, hogy sokan elrakasz, nem? Akkor meg fog indulni lesz el, de nem veszünk annyi minden. Veszek izé. Én már megy azon, hogy a Shane Sleep, a népem csak erre akartam beugni és benézek a szállítmány. Holnaptól már vagyok rendesen, de... Ja, jó. És például, hát szabadságot vettem ki a hétvégére. 200 kérs leszek majd. Kéne rendelni fegyvert valakitől. Csáda Dogi. Te kik vagytok? Ja, csak mi. Megadom magam. Juki, megadom magam. Forma 1-ről van szó a chat-en, mondom, hogy ezt sosem gondoltam volna. Értem, és nézem a chat-en egy csomó ide. Csak annyit látok, hogy Forma 1 van. Mi? Jó. Dehogy mentem még fallan, dehogy. De van csinált, viszont itt tényleg ennyit voltam a nagyjából, mert lépnem kell itthonról. Hát, ja, nagy izé volt, nagy akció volt, ez még a szokásosan is balfaszabban sikerült. Jó volt. Gyere csak Árben. Ha. Kezd kicsit érte, most már itt számon leszel kérve, gyere csak ide Árben. Na, mert mondjad. Hát azt hallom, érted, a Lildének információkat csöpögtesz ki rólunk? Besugó lettél? Hogy ilyeneket mondta például, a patkányhús van a hamburgerünkbe. Azt már megbeszéltük és megmondtam neki, hogy a bugvelék annól, amikor itt dolgoztak, akkor patkányokkal dolgoztatták, és ezeket a bugvelék mondták nekem. Hát ő nem nagyon így adta elő, érted? Hát
Hát én megmondtam neki, hogy a bugvelék dolgoztattak patkánnyal, és múltkor, mikor elraboltak a bugvelék, akkor is elvittek oda a varrodába, mert elvileg az az ő irodájuk, és hogy ott meg patkányokat dolgoztatnak, milyen varró izéket, és Nyomi mondta, hogy ja, miattuk terjedt el annó. De igen. Mondtam, hogy már nincsenek patkányok, mióta kiraktuk a bugbeleket. Régen én is láttam patkányt a hambuszba. Én ezt így mondtam azt, hogy mondja másnak, azt már, de nem az én hibám. Csak meg valamit baj, most egy pár nyomozóval kötöttem ilyen dílt, hogy ne basztassák a hambus, de nagyon rá vannak állva, hogy valamit találjanak ellenünk, meg majd DC után kérdezgettek, a Jimmy után kérdezgettek. Kéne találni vagy más alibi. Hát aki a tulajhambus, kéne találni vagy más alibi tulajt. Azt a baj, nem is láttuk azóta Jimmy. Nem, tényleg nem, egyszer láttam életemben, úgyhogy. Már felfuttattam azt is, mint a giroszos. Hát futtasd. Az előtt még beakadtad záratni. Na, jó van, én lelépek, holnap találkozunk este, és akkor holnap... Hát el kell intézzük a hülye oroszokat is, mert már kicsit tete van abban gyömbölük, meg amúgy izé. Hát itt talán majd fel... Rendeltem magunknak. Jó, rendeljük, és rendeljétek, mert légy 3 vagy 4 ezer lőszert valakitől még 9 millis. Beszéltünk Takasival, csak éppen üldözték, úgyhogy nem tudom, hogy megmaradt-e. Szívjátok fel, még egyszer elfelejti. Jó, 5000 lőszert rendelt a 9 pésen, még nem tudom, mozgás rendeltünk 2000-et, és már másnap csak 1200-at, hogy nem tudom, ki mit csinál, lop, vagy nem tudom. Én elvittem belőle 400-at. 400-at? De hova vittél 400-at? Hát már múltkor elosztogattam az enyémből, vagy 500-at, azt most van. Á, értem. Na jó van, holnap tali. Hello. Még csapjatok valami nagy balhét. Szevasztok. Hello. Jó van, chat. Sorry, mert csak ennyit voltam, de ez most így az ki. Köszönjük mindenki a figyelmet. Hogyan adtam, te jó ég. Köszönöm mindenkire, hogy itt volt, dolog, köszönöm szépen itt a rövid két óra eszélyes figyelmet, nem sok ilyen volt mostában, holnap vagyok többet, hétfőn nem vagyok, kedden vagyok sokat, jövő héten azért lesznek hosszabb streamek is, de mondom, ez a február ez most kicsit ilyen chillesebb lesz, érvően ahhoz képest, úgyhogy ja, köszönöm mindenkire a figyelmet, köszönöm a millió szabad, amik voltam a mai nap folyamán.